Köszöntök mindenkit. Én röviden bemutatkozom, mert én is egy kakukk fiúnak érzem magamat. Én nem tanítok, nem írok, nem szerkeztek műsort. Én közönség vagyok. Én nézem, olvasom, használom ezeket a dolgokat. Mint itt írva is vagyok, a köztének vagyok az alelnöke. Ez tulajdonképpen a nézők, hallgatók magyarországi szerveződése. És én úgy kerültem ide, hogy mintegy négy alkalommal voltam úgynevezett civil kurátor, ahol azt tapasztaltam, hogy sem a kurátortársak, sem pedig egyes vezetők a különböző közmédiumoknál nem igen voltak tisztában azzal, hogy mit jelent az, hogy közszolgálat. Néha itt-ott mondták, hogy hát a BBC az csinálja, de amikor a tartalmi kérdésekre került sor, vagy netán döntésekre, akkor látszott, hogy itt halvány lilagőzük nincs. Én úgy gondoltam, ha már ilyet csinálok, akkor én utána járok annak, hogy mi ez. És hát kis segítséggel, de az európai és a hazai irodalmat felszántottam, és abból azt az egy részt, amelyik azt jelenti, hogy a közszolgálati médiák és a közönség kapcsolata, pusztán ezt az egy részt kigyűjtöttem egy ilyen kis silabuszba, amit pár száz példányban elkészítettünk, és főleg a közönség számára, tehát azok, akik jó, hogyha tudják azt, hogy miről van szó, illetve hát akit elértünk, azoknak kiosztottuk. Ennek kapcsán találkoztam én Karol Jakubovicnak a munkásságával, bár igaz, hogy 2004-ben itt volt a Közép-Európai Egyetem és a televízió által szervezett ugye, egy kis konferencián, ahol látszott, hogy ő igen jól tájékozott, igen jól művelt ebben a kérdésben, és az is látszott, hogy ő nagyon jól érti a mi problémánkat is, mert ő maga is az állami televízió, média világából jött. De ugyanakkor az is látszik, hogy őt nagyon elismerték, nem csak a lengyelek, ahonnét ő származik, nem csak egyéb közép-európai országok médiásai, hanem a nyugat-európaiak is, akik ugye sokkal előrébb jártak ebben a kérdésben, és ez majd itt mindjárt látszik, amikor egy pár szóval itt én fölírkáltam, hogy kicsoda, micsoda. Ugyanis az én kis ismertetésem, ezt nem is előadásnak hívnám, én tulajdonképpen az egyik cikke alapján szeretném azt mutatni, hogy ő hogy látta, hogy mi a sorsa, mi a lehetősége, mi a jövője a közszolgálati műsor és tartalomszolgáltatóknak. Itt, amint látják, a nemzetközi média szakértését mutatja, hogy jelenleg az UNESCO-nak egyik kormányközi bizottságának tagja, Európai Tudományos Alapítvány név szerint itt láthatják. Azon kívül itt kiemelem azt, hogy amikor a BBC ugye 5 évenként szokta megújítani a csártát, annak az utolsó kanyarban ő tartotta azt a megnyitó előadást, amelyikkel lényegében meghatározták az alapokat, hogy hogyan kell tovább menni. Továbbá ugye két itt, én úgy tudom, hogy két egyetemem vendég előadó, és itt hát jelzem, hogy hozzáférhető az interneten sereg közleménye, köztük könyv, folyóirat vagy társjelzőként egyéb. Ugye a legutóbbi magyar megnyilvánulásra talán hallottak, amikor ugye nyilvánosságra jött a úgynevezett média törvénycsomag, akkor felkértek valakit az EBSZ-nél, hogy nézze át, mert jelzések jöttek jobbról-balról, hogy ez nem igazán olyan, amilyennek 2011-ben ilyennek lenni kéne. Karel Jakubovicot kérték fel, ki készített erről egy több mint 70 oldalas tanulmányt. Én nem tudom, hogy van-e itt olyan, aki olvasta, elérhető az interneten, az EBSZ honlapjáról, hát meglehetősen kivesészte, és amit itt ma hallottunk, az abban mind benne volt, hogy mondta, hogy majd ilyen lesz a probléma. És én úgy gondolom, hogy ez igazából egy alapkérdés,
hogy ő nagyon jól tisztában van ezekkel a problémákkal. Amit ő itt ír, ezek ebből a cikkből való idézetek, én felolvasom őket, biztos, ami biztos. Azt mondja, hogy egy dolog biztosra vehető. Ha a közszolgálati műsorszolgáltatásnak van jövője, akkor egyrészt meg kell tartania alapvető jellemzőit, másrészt jelentős mértékben meg kell változnia. Ennek a részleteiről lesz most szó. Ez a változás feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatás több szempontból is a mai valóságnak megfelelően értelmezzük. Ez az egyetlen lehetséges mód a közszolgálati műsorszolgáltatás életképességének, alkalmasságának és a közönségtől kapott őszinte támogatás folyamatos fenntartásának biztosítására. Vagyis ő nagyon fontosnak tartja a közönség kapcsolatot. Ő idézi Színűt és Hultnit, tehát nem én vettem ide. A közszolgálati műsorszolgáltatás addig marad fenn, amíg az a nemzeti és európai szinten meglevő kettős rendszerben, ugye a kereskedelmi és a közszolgálati, amíg szolgáltatásai mind a politikai rendszer, mind a közönség részéről elegendő támogatást kapnak. Ez körülbelül olyan, ő úgy érzékelteti, hogy ez egy olyan szorzat, amelyiknél ha az egyik tag nulla, akkor az eredmény is nulla, mint tudjuk a matematikából, vagyis kell, mind a kell, egyik a másik nélkül nem megy. Az én véleményem, hogy úgy tűnik, hogy mintha nálunk a közönség támogatása az konvergálna az Érushoz.